Azt gondolom, hogy kevés vita van arról, hogy 2023 az egy végtelen szűkös év lesz, nehéz lesz mindenki számára, egyének, háztartások, családok, intézmények, vállalkozások, de az ország számára is. Egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan arra kell figyelni, hogy kik a legkiszolgáltatottabbak, hol történik a legtöbb kár, hol van a legtöbb veszteség, és kinek kell a hóna alá nyúlni. Ebben a helyzetben végképp az a legfontosabb, hogy annyi mozgástér, amennyi minimálisan marad a költségvetésnek, az ezeknek az értékeknek a megmentésére, ezeknek a károknak a kiegyensúlyozására legyen fordítva. Végképp nem politikai szempontok szerint kellene a költségvetésnek költenie, hanem azt kell megnézni, hogy melyek azok a családok, amik segítségre szorulnak, hol vannak azok a vállalkozások, akiknek a továbbélése az mindannyiunknak az érdeke, mik azok az intézmények, amiknek a működését segíteni kell, hol vannak azok a non-profit szervezetek, akiknek fontos a működésük, hiszen fontos társadalmi érdeket szolgálnak. Tehát ha a 23-as költségvetésnek van dolga, annak kifejezetten ez a dolga, hogy picit félretegye a klientúraépítés, a politikai, a hatalmi szempontokat, és arra figyeljen, hogy egy ennyire válságos helyzetben, egy ennyire nehéz kiszolgáltatott helyzetben mit kell megmenteni az országban. Ugye az elmúlt kicsit több mint egy évtized azért a pénzbőségről szólt, arról szólt, hogy mindenre jutott pénz, olcsó volt a forrás, alacsonyak voltak a kamatok, tehát lehetett kísérletezni, lehetett próbálkozni, lehetett hibákat is elkövetni, lehetett tapasztalatot szerezni, mert ha az elsőre valami nem sikerült, egy vállalkozás az első próbálkozásba belebukott, a második, harmadik és negyedik próbálkozására is volt még lehetőség, volt még befektetői tőke, volt még pénz, amiből lehetett kísérletezni. Ez most nyilvánvalóan megváltozik. Tehát ha valaki az elmúlt évtizedekben szerzett ilyen tapasztalatot, akkor azt kell megértenie, hogy azokat a tapasztalatokat most nagyon jól kell hasznosítani, mert több ilyen kísérletezési lehetősége jelenleg nem lesz. Sokkal kevesebb pénzből, sokkal kevesebb forrásból, sokkal kevesebb hiba lehetőséggel lehet piacra vinni innovációkat, új termékeket, új piacokat szerezni. Tehát az innovatív induló vállalkozásoknak is egy olyan világ következik el, amikor a lehető legjobban kell a tudásukat, a képességeiket, a megszerzett tapasztalataikat felhasználni, sokkal élesebb a verseny, sokkal kevesebb a bukás lehetősége, és sokkal inkább fontos, hogy amit csinálnak, azt célirányosan, hatékonyan és sikeresen csinálják.